Szép délután kívánok, kedves vendégeim, tisztelt hölgyeim, uraim, kedves diákok, kedves tanulók! Engedjétek meg, hogy mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntsek a mai délutánon. Valójában a farsang utolsó napján, de biztos vagyok benne, hogy ez nem akadályozatlan, hogy én nagyon jó úgy kerekedjenek a délutánon. Engedjétek meg, hogy tisztelettel köszöntsem Farkasi Gallérnek urat, községi polgármesterét. Katalin igazgatóasszony, Övrecki Árpád igazgató urat, iskolának igazgatóját, és ugyanilyen tisztelettel köszöntöm Fundárek Szilvia helyettesasszonyt és Madari Katalin helyettesasszonyt. Természetesen úgy gondoltuk, hogy aki hozzájárul ehhez a bálhoz, illetve ennek a mulatságnak a megszervezéséhez, annak mindenképpen jár egy nagy-nagy köszönet, egy nagy-nagy taps, legyen ez akár a szülői szövetség, a szülő, a gyerekek, a kollégáim, tehát köszöntsük, illetve köszönjük meg egy nagy tapssal mindazt, amit megtettek az ön a bálért. Köszönöm szépen Tibor kollégámnak, Kalasi Tibor kollégámnak, neki is jár a taps, mert ő lesz a speaker, ő lesz az egésznek a műsorvezetője. A Farsang mulatsági műsorvezetője. Köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönöm azt, hogy eljöttek, hogy fölkészítették a gyerekeket. Nagyon szépen köszönöm a Szülői Szövetségnek, hogy ide varázsolták ezt a sok-sok szép díszletet, és köszönöm szépen, hogy a Süti Vásárt megrendezik. Tehát ez óriási köszönet, és nagyon szépen köszönöm a polgármester úrnak, egy külön taps, mert megint ott van a háttérben. Polgármester úrnak egy nagy tapsot kérek szépen, mivel megint csak, amikor kérjük, akkor mindig segíti az iskolát, és nagyon jó az együttműködés. És köszönöm azt, hogy Katalin igazgató és itt áll mellettem, hiszen az együttműködés nélkül sose működhet jól az iskola az intézmény. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó! Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon tartalmas délutánt, és kívánom azt, hogy mindenki érezze jól magát, hogy gyereket ne lehessen szinte megismerni. A kreativitást köszönöm szépen a szülőknek, nagyszülőknek, és át is adnám a mikrofont, hogy ne túl sokat beszéljük. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt polgármester úr, kedves igazgató úr, kedves kollégák, kedves szülők, nagyon örömmel szolgál, hogy most nem csak az együttműködés keretében belül lehetek jelen, hanem nagymama is, hiszen az unokám ide az első osztályban. Nagy boldogság ez számomra, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Kedves iskolaigazgató, tisztelt pedagógusok, kedves szülők, nagyszülők, kedves diákok, mindenki tisztelettel köszöntök én is az idei farsangi jelmez vagy állatos bálon, és örülök annak, hogy az pedagógusok, az iskola vezetése, a szülőszövetségnek a vezetői és tagjai nagyon rendesek voltak újra, nagyon szorgosan és természetesen nagyon sok energia és idő odaadásával tudták megszervezni ezt az idei farsangi jelmezbált. Én láttam itt az imént mozogni olyanokat, hogy Sheriffet Santa Fe-ből, a Liverpoolnak meg a Real Madridnak a focistái, láttam New Yorkból a Harlem Globetrotters sóhosan az a csapatot, úgyhogy teljesít az összhang, teljesít a kavalkád, a mindenféle jobbnál és szebbnél szebb csapatok, egyének, akik ma itt föl fognak lépni, bemutatják tehetségüket, tudásukat, örülök ennek, megmondom őszintén, és hát mindenkinek, főleg a diákoknak, a gyereknek, de a szülőknek és a nagyszülőknek és a szervezőknek is nagyon jó szorozást kívánok itt ebben a Muzslai Kultúrházban, amelyet idején is természetesen minden alkalomra ingyen bérmentve adjuk oda az oktatási intézményeinknek, a muzslai szervezeteknek, tömegszervezeteknek, hiszen ez ma már környékünkben nem természetes, van, amelyet fizetni kell mindenkinek.
községben vagy a városban. Örülök annak, hogy nekünk erre van módunk, van lehetőségünk, és tessék ezt egy jó kedvű rendezvényel, bállal megünnepelni itt a Muzsai Kultúrházban, és azt mondom, hogy valóban mindenki érezze magát jól. Nem kételkedünk, hogy a DJ-nek kiváló zenei aláfestése lesz, úgyhogy mindenkinek végül, nem utolsó sorban, nagyon jó szórakozást kívánok! Elindult az első osztály. Jaj, Piroska, hát szia! Csak vigyázz, mert itt a farkas és a közelben valahol. Látom, hogy kocsonkában van, pogácsa van benne, borocska, úgy, hogy ez a mesében valamikor megíródott. És hát az elsősök, úgy látom, hogy nagyon ötletes jelmezekkel készültek. Van itt pilóta, van zorró, vannak a király kisasszonyok, kéményseprő, nagyfajszú, ki is vette? Super Mario! Super Mario! Te meg a pókember vagy. Sokat készültetek erre a bárra? Ki adta nektek az ötletet, hogy ilyen jelmezeket ti szerettetek volna lenni, vagy anyu, apu, nagypa, tanító néni, ki az, aki ötlete volt ennek a jelmezeknek? Majd a pilótával külön beszédekkel szeretnénk repülni valóban messzire. Jó, és akkor kérem a második osztály. Rénész Marika tanítanéni vezetésével. Úgy látom, hogy együtt az egész csapat, mert bizony héten, múlt héten elég fotias osztály volt, elég sokan betegek voltak, de hát azért a jelmezbára igyekszik mindenki egészséges lenni. És most azon gondolkodom, hogy a tanító néni ez kisegér, vagy igen, ki, akkor jó, akkor eltaláltak, főleg a bajusz nagyon jó. Van itt mellettem egy ilyen kockás, nagykalapú, bajuszos úriember. Te ki vagy? Kormos Károly. Kormos Károly. Te vagy a bohóc? Igen. Igen. Puska. Kar. Pisztoly. Sisakos. De vannak ám női kalózok, és azt tudod, gyerek, te egymás mellé adhatod, hogy így biztosan. Hogy hívnak? Igen, és én is kalóz. Te is kalóz vagy. Nagyon ügyesek a jelmezet. Próbálom megfejteni, hogy ki ez, de nem sikerül. Tudsz beszélni a fejed? Tessék? Szaha. Nem kell leúzni. Kovács Bence és Ninja. Szuper. Hát itt van is mindenkinek valami félnivalója, mert kalózok, ninja-t, de itt ez barszás vagy reálos mez. Lőrinc Barna Bár, focista. És milyen mezt öltöttél magadra? Ronaldo. Ronaldo. Szuper. Niki, ugye? Te vagy az Niki, megismertek. Anna Nikolett, Anna Mella és Lélek vadász. Milyen vadász? Lélek. Lélek vadász. Hát. És sikerült már valamilyen lelket levadászni? Tudom. Nem tudom. Jó. Egy nagy tapsot kérek a másodikosoknak. Köszönöm szépen.
pénzügyön a harmadik osztály értelemszerűen. Kérem a harmadik osztály. Majdnem mondtam, hogy a tanítónéni vezeti őket, de ő Nagy János tanító bácsi, úgyhogy nagyon jó a kalapot, majd töltsön kérem. Hát tényleg ti vagytok, ez a nagy-nagy csapat, ez a sok gyerek az osztályban. Nem is tudom, hogy végére tudunk-e érni, én megpróbálok ide befogakodni közétek, és villámgyorsan egy gyors bemutatkozás, hogy mindenki tudja, hogy ki és mi vagy. Hausner. Ja, Hausner. Karina. És te is Hausner, fogadjunk. Vigyázz, leesik a puska első, itt valakinek átlövi a bokáját. Lőrinc. Komandós. Majdnem. Angelkerül. Annika, hát ez a színes tordész a fejedben, ez csodálatos. Ez honnan van? Reggel még kopasztottam az összes gyúkot az udvaron, tudom? Ő meg a hosszú cipró. Ja, ment banán. Én meg a golyóstól. Fantázia. Golyóstól. Jó, Tanító bácsit ezen túl úgy tudjuk hívni, hogy golyóstól. Jó, kérek egy átlapsot a harmadik osztályban. Jó, köszönöm szépen, elmennek. Tanító bácsi után akkor egy tisztelettörés. Készül a negyedik évfolyam, illetve a negyedik osztály. Úgy láttam, hogy van itt műhajósunk. Bohócunk. Sajnos el kell mondani, hogy elég sok a beteg gyerek ebben az osztályban, és hát így értelemszerűen nem tudtak hálva eljönni, de innen is üzenjük nekik, hogy mielőtt gyógyuljanak meg, és hát velünk vagyunk így gondolatban, igaz? Na, hadd halljuk a nevet. Gardas Mikolett, a Imrót. Imrótkám, te ki vagy, vagy mi vagy? Nagyon ki vagy, azt tudom, de ez milyen jelmez? Csontvárc. Csontvárc. Hát, enni kell, hogy ne legyél csontvárc. Michael Pérez! Ez a sztorika, Brian. Igen. Lanc Luca, az űrhajós. És a Brian el szeretne mondani, hogy ő micsoda. Rumpuszos lapka! Értem, nem tudom mi az, de biztos szuper. Kérjek egy tapsot a negyedik osztálynak. Jó, köszönöm szépen. Nem kérem fejemben van, de reggel a tanítanének még normális, harmadik egy gondolkodik. Most egy ilyen színe. Yeah.
Meg kell, hogy jegyezzem, a tanítónéni, a legfiatalabb pontonlány diktálta az ütemet, a tempót és a koreográfiát. Hát a többi egy picit idősebb, de azért megbirkoztak a gondolattal. És ezek a fiúk olyan csoki lányok, hogy szinte már csoda. Miki, milyen színű a hajad? Piros. Piros. Te nem vagy fiú. És téged hogy hívnak? Marcella. Jaj, te kis hamis. Te már múlt héten is bemutattad, milyen csaj vagy. Az én nevem Marga alias Pedro, hogy a csaj, és fejlődöm. Csodálatos. Kár, hogy ilyen idős vagyok, mert biztos, hogy... Biztos. Rolanda? Hát kis a Rolanda, üdvözöllek! Nekem kék a hajam és szívügyi. Te vagy a szívügyi, ahogy én hívnak, ugye? Jó. Ezért kaptam el a mikrofon, mert ördög, és én az ördögtől nagyon félek. De te meg nem az ördög vagy, hanem a... Angyal. Én azt jobban szeretem. Kérek vagyok is tanulom. Én lelda vagyok, és hirdetőt. Hirdetőt, mit hirdetsz? Minden, nagyon jó. Én még egyszer? Démon. Magadnak öltöztél, hát itt van egy zsiboly maszk, de gondolom ez csak tényleg egy maszk, mert én nagyon kérlek az ilyenekről. Dominik, ennyi. Jaj, hát itt van a mi barátunk, aki nem onlót használ, hanem ajtósarkat a körülnyíráshoz. Kiállítom, piros lapot kaptam. Sziasztok, csókolom mindenkire, megyek a kis padra. Dani vagyok és focista. Dani vagyok. Tomár vagyok és baba. Te már voltál, nem te már volt. Mindenki volt. Én már volt. Jó. Nem baj. Kérek egy nagy tapsot, tényleg ezek a pontolányok, illetve a különféle egyéni elmetek. Kérem egy tiszteletkör, és aztán folytatódik a bemutatkozás. Jó, köszönöm szépen, és akkor kérem a hatodik osztály, na látom, hogy itt kellékek vannak, hát mi más lehetne, mint focikapu. Látom, jön a menedzser úr, elegáncsosan, nyakkendőben, jönnek a játékosok. Na itt is van, Karsza, itt is van. Yeah.
mondani. Mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy ma egy ilyen csodálatos fotballmérkőzésen is részt veszünk. Úgy éreztem magam, mint a Wembley stadionban. Igaz, hogy volt két olyan lövés, ami egy kicsit eltéved, de én úgy gondolom, hogy azért foci a foci, mert ez benne van a papírban. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az élményt. Nem tudom, Molly, te rúgtál? Igen. Láttam. Csak úgy megkérdeztem. Uram, ön ki? Brandon és testőr. Ja, hogy biztonsági őrök is vannak a meccsen. Hát az igen. És milyen fotbalista? Barszás, hát látom a dresszed, nagyszerű. Kedves Sanyi bátyó. Védő van? Hát te nem jó védekeztél, mert kaptad a gólt. De hát a bunda is volt, én úgy láttam már a kapus. És Muzsla kapusa, az AC Muzsla regisztrált játékosa. Köszönöm szépen ezt a nagyszerű bemutatót, és kérem, hogy egy tisztelet, kör és hagyjuk át a helyet a következő osztályban. Valahogy nem illik a sorba, de egy nagyon ötletes jelmez. Anni. Fanni. Ja, hogy Fanni. És még azt árult el itt a nagy közönségnek, hogy milyen jelmez történt. Igen. Majd Ádám. Hát ez mi az anyakatba, testvér? Ja, hogy a szuperlóban. Jó. Ugye megígéritek, hogy bulizni fogtok és egy nagyot táncolni. Jó, köszönöm szépen. Kérek egy nagy tapsot a 7. osztálynak. Jó, és akkor következzen a 8. osztály Bottyán tanítóbácsi vezetésével, a Csincsó elhangzott, és egy olyan foci csapat jön a Torontra, jön a bocsánat, vigyázz, tegyek távolságra. Igaz vagy? Köszönöm. Hát ti honnan jöttek? Mosda, Endergyárnak. Honnan, honnan? Endergyárnak. Te nem is muzslai vagy, te emedi vagy. Tehát mindenkinek van egy saját száma. Sokat készültetek a mai előadásra? Rengeteget gondoltam én is úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon sok munkaóra van ebben benne. Jó, köszönöm szépen, kérek közönségtől egy tapsot a 8. osztályosoknak. Ja, és akkor, ha jól tudom, van egy bemutató.
Kedves közönség, végezetül, persze nem utolsó sorban, következik a 9. osztály, ők az én csövetéim, és én nagyon szeretem őket, és arra gondolok, hogy néhány röpke hónap múlva elvallagnak, elmennek az iskolából tovább tanulni. Hát bizony egy kicsit összeszorul a torkom, szívemben valójában ez alatt az 5 év alatt nagyon hozzám nőttek. Na de a lényeg az, hogy látva, hogy mennyi hulladék és szemét van itt a környéken, alapítottunk egy technické službi csapatot, tehát egy szolgáltató vállalat, létrehoztuk a szemétbrigádot, már nem ők a szemetek, hanem ők az alkalmazottaim, úgyhogy legyetek szívesek, gyertek, és mutassuk meg, hogy mi milyen munkás brigád tudunk lenni. Nem tudom eldönteni, hogy por lett, vagy ég a kupa, vagy mi történt, de minden esetre nagyon jól együtt tudnak működni. Úgyhogy szeretném megkérdezni itt a brigádvezető urat, hogy kinek is volt ez az ötlete? Hát ez az osztály ötlete volt természetesen, és eldöntöttük, hogy szemléltettük az utcákat és söpünk. Tehát tudatos környezetvédő lettetek. Azért kérek egy gyors bemutatkozást. Csóra. Egy a Patrik. Lihos Jertében. Tatosickén. Tatos Sérván. Hármely Lihos. Halosznál Roman. Szabó Kristóf. Lihos Jertében. Tácsik Nimró. Jó, különben megígérték, ők még nem tudják, de megígérték, hogy a buli után itt maradnak, és ő fognak tatarítani. Thank you.
díjak sorba lesznek osztva, 150 díjunk van, tehát díjat nem húzunk, hanem sorba fogjuk adogatni a díjakat. Az első nyerőszám az X János 19. X János 19. Tanítónéni, gratulálunk! Igen? Táncolunk, szórakozunk, és utána indulnak a buszok,
Benkó Marika tanítanéni fogja a biztosokat összeszedni az előtérben. Köszönjük a sok felajánlást, köszönjük a támogatást. Még sütemét mindig lehet vásárolni, lehet hazavinni a családnak. Jó éjszakát! Bizony-bizony, voltak nekünk csoportjelmezeink is a felső tagozaton, és nem tudtuk eldönteni, hogy a kettő közül melyik nyerjen, kettőt tartottunk esélyesnek, így úgy az lett a döntés, hogy a második helyen végeztek, és egy tortát nyertek az ötödikesek. Gratulálunk! Gratulálunk az ötödikeseknek! Nagyon jól táncoltatok! Szépen! Jó! És a csoportjelmez fődíját, tehát a legjobb csoportjelmez pedig a 9. osztály nyerte! Pizza utalvány! Gyertek, 9-esek, és köszönjük a tombola árulást is. Nagyon ügyesek voltatok. Tiétek a pizza. Gratulálunk. És hát azért az első, mert hát nagyon kosz is van, úgyhogy jó lenne maradni, takarítani. Gratulálunk, ügyesek voltatok, köszönjük a sok-sok segítséget.